Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat ezen a szép szombat délutáni napon, és örülök, hogy meghívtatok, és most kivételesen, tematikusan hívtatok meg, hogy egy témáról beszéljek nektek. Ez a téma pedig azt a kérdést teszi fel, hogy vajon a Biblia milyen tanácsot, milyen útbaigazítást, irányítást ad arra nézve, hogy mit tegyen egy hívő keresztény gyülekezet akkor, hogyha bizonyos hitelvi kérdések mentén véleménykülönbségek alakulnak ki. Sőt, a Biblia úgy fogalmaz, mit kell tenni akkor, hogyha viszály alakul ki egy keresztény közösségen belül. Nyilván a Biblia egy olyan könyv, amiben minden élethelyzetre kell, hogy találjunk választ, és ugye azt tanuljuk a Bibliából, hogy a te igéd az én ösvényemnek, a szövétnek-e, vagy hogy kicsit magyarosabban fogalmazzak, az ember könnyen el tud tévedni, mint a sötétbe egy ösvényen, de hogyha világosságot akar, hogy megtalálja a helyes utat, akkor a Bibliához kell fordulnia minden kérdésben. Emellett ráadásul mi egy olyan nép vagyunk, akit hát a Jelenések könyvében lehet olvasni, hogy ezek azok, akiknél van a törvény, akik megőrzik a törvényt, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétel és a prófétaság lelke. Mi egy olyan nép vagyunk, akik egyrészt hisszük, hogy az teljes írás Istentől ihletett, és a benne lévő törvények az mind a mai napig érvényesek, és az életünkre ezt szeretnénk megvalósítani, saját erőből nem megy, hanem csak felülről származó hatalommal, és emellett pedig hisszük, hogy a prófétaság lelke az ajándék, hogy látjuk, hogy a Biblia mit mond a jövőről, ez velünk van. És ahogy a Bibliát lapozgatjuk, én egy olyan esetről szeretnék ma beszélni nektek, ami nagyon-nagyon hasonló. Az első században vagyunk, a kereszténység indulásakor. Egy nagyon-nagyon hasonló eset, és azt olvassuk a Bibliában, mindjárt odalapozunk, hogy nagy vitatkozás, viszály tört ki Antiókiában. Antiókia ismerős lehet a Bibliából többünk számára is. Biztos mindenki tudja, hogy amikor István megkövezték, utána István megkövezése után, az első vértanú megkövezése után hatalmas üldözés támadt, de ezt az üldözést Isten jóra fordította, és az üldözés eredményeképpen a kereszténység tanítása, Krisztus tanai elterjedtek az akkori birodalomban. Így olvasom Apostolok cselekedetei 11. fejezetében, a 19. verstől: azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, amely Istvánért támadt, eljutottak Feníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek nem prédikálván az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, kik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővén lettek. Elhatott pedig a hír őfelülük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókiáig. Ki, amikor odajutott, és látta az Isten kegyelmét, örvendezett, és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban, mert jámbor és szentlélekkel és hittel teljes férfi volt ő, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Elment pedig Barnabás Tarzusba, hogy megkeresse Saulust, Pál apostolról van szó, és rátalálván elvitte őt Antiókiába. És az történt, hogy ők egy egész éven keresztül forgolódtak a gyülekezetben, és tanították a nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Nem tudom, hogy jól megfigyeltétek-e a szöveget, mi történt. Az történt, hogy ugye az elmúlt 3,5 évhez hasonlóan ők először csak a zsidóknak terjesztették az evangéliumot, de aztán, amikor Antiókiába értek, akkor Antiókiában néhány görög is megismerte, ők továbbadták, és a Szentlélek vezetésével hatalmas sokaság csatlakozott hozzájuk, annyira, hogy aztán Jeruzsálemből kiküldtek még egy tanítót, aki úgy gondolta, hogy nem lesz elég, olyan nagy a munka, úgyhogy ő elment Tarzusba, Pál apostolhoz, itt már az ő megtérése után vagyunk, és elhívta Antiókiába Pált is, hogy ott legyenek. Antiókiában egy óriási ébredés volt, ezrek csatlakoztak a gyülekezet, és azt olvassuk itt közösen, Antiókiában nevezték először őket, ugye ez a keresztényeknek, mondja itt a Károlyi fordítás, de úgy kell mondanunk, hogy Krisztusiaknak, ugye arról lehetett őket felismerni, hogy Krisztus követték. Tehát
azt látjuk, hogy Antiókia egy olyan központ volt, ahol nem csak a zsidókra terjedt ki az evangélium, hanem a pogányokra is. Azt mondhatjuk, hogy egy evangelizációs központ lett Antiókia. És ahogy aztán tovább lapozunk, csak egy lappal az én Bibliámban, arrébb a 13. fejezethez, azt olvassuk, hogy éppen Antiókiából Pál apostolt és társait kiküldték, ezt most nem olvasom fel az időhiány miatt, kiküldték őket, hogy bejárják az egész pogány világot. Ez volt az első nagy missziós út, és onnan megint visszatértek Antiókiába. Tehát maga a Biblia apostolok cselekedete is aláírja azt, hogy Antiókia egy missziós központból volt, ahonnan kiküldték Pál apostolt is például, hogy bejárja az akkori világot, és ennek alapján lapozzunk aztán oda, amiről ma az egész prédikáció szeretném, hogyha kicsit figyelnénk rá, így olvasom, ahol kitört a viszály, 15. fejezet első verse. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek alá, Antiókiában vagyunk, így tanították az atya fiakat. Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem üdvözülhettek. Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lett azok ellen, azt végezték, hogy Pál és Barnabás és némely mások ő közülük menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyébe. Tehát itt azt tudjuk meg a 15. fejezetben, hogy azok a keresztények, akik zsidókból lettek keresztények, nyilván ők körül voltak metélve, nyilván a saját fiaikat is körülmetélték, ők azt tanították, hogy a keresztényeknek, minden kereszténynek, azoknak is, akik pogányokból lesznek keresztények, krisztusiak, nekik is körül kell metélkedni. És nyilván felolvasták a Bibliából, hogy milyen érvek vannak amellett. Tehát óriási érvek vannak. Ugye azt mondja a zsidó, hogy örök jel lesz közötted és Isten között. Tehát alátámasztom, hogy azt mondták például, hogy Mózes, amikor elindult, hogy majd a népet kihozza Egyiptomból, akkor egyszer csak elé állt egy angyal, és meg akarta őt ölni. És nem értette, hogy miért. És kiderült, hogy azért, mert a felesége, meg ő még nem metélték körül a két fiúkat. És ott, amikor a feleség metélte körül a két fiút, és mehettek tovább, aztán egyenesen. Tehát a Bibliából érvelve hatalmas vita támadt. Pontosan ott támadt ez a vita, ahol a kereszténység a pogány világ számára elindult és központ volt. Az ellenség, a szabad így fogalmazom, Sátán, azt tervelte ki, hogy egy hitelvi probléma mentén meg fogja semmisíteni ezt a központot. Nem tetszett neki azt, hogy Rómában, a római birodalomban terjed a kereszténység. És kiválasztott egy olyan pontot, ami alapján szakadással meg tudja akadályozni, hogy egységesen haladjanak előre. Óriási kérdés volt ez. Óriási kérdés volt ez. Körül kell metélkedni, nem kell körül metélkedni. Örök jegy ez, vagy nem örök jegy. De hogyha egy pillanatra odalapozunk majd a kérdés megoldására, hogy aztán fönt a jeruzsálemi zsinaton milyen döntés született, mert erről fogok majd beszélni, akkor azt olvassuk, hogy a kérdés nem csak arról szólt, hogy körül kell metélkedni vagy sem, hanem a kérdés arról szól, olvasom a 15. fejezet 20. versétől, majd ide még visszatérünk csak, hogy pillanatra lássátok, hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Tehát a kérdés nem csak arról szólt, hogy körül kell metélkedni, vagy nem kell körül metélkedni. Arról is szólt, hogy például aki pogányból lett, nem zsidóból lett keresztény, az vajon megeheti azoknak az állatoknak a húsát, amely állatokat egy pogány áldozati szertartás keretében öltek le, és utána a hentestől meg lehetett vásárolni. Ezek a pogány papok ugye abból éltek, hogy ezeket az áldozati állatokat árusították. És hát azt mondtam, mondjuk egy zsidóból lett keresztény, hogy még csak véletlenül se vedd meg, mert akkor te bálványimádó vagy egyfelől, másfelől, én ugyan a testvéred vagyok, de nem fogunk leülni egy asztalhoz enni. Mert te tisztátalan állatot eszel, bár keresztény vagy, én meg nem eszek tisztátalan állatot. Úgyhogy elég nagy. A következő kérdés, hogy azt mondja, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, tartózkodjanak a paráznaságtól. Hát gondoljátok el, egy görög ember.
ott a testkultusz volt a görögöknél, a görög keresztényeknél, az, hogy ők mit engedtek meg maguknak testileg, az egészen más volt, mint ami egy zsidó férfi nő számára megértető volt. Azt mondják, igen, mi Krisztus követők lettünk, de azért adnunk kell a test élvezeteinek. Végülis Isten azért teremtett bennünket, hogy élvezzük az életet. Attól, hogy keresztények, nem akarok depressziós tenni, beszűkült tenni. Ez is egy óriási különbség volt közöttük. A zsidóból lett keresztények szigorú megtartóztatás mellett voltak, a görögből lehet keresztény, azt mondta, a kereszténységbe belefér az, hogy kicsit szabadosabban élek. A testi vágyaimat, a testi örömeimet jobban kiélem. És hát nyilván ott még az is belejött, ugye, hogy még a vért sem szabad megenni. Ugye a zsidó áldozatoknál a vért kiengedték teljes egészében, sőt a tiszta állatokat is kóser módra vágták le, ellenben a pogányokból lett keresztények, ők megették a vért. Tehát felfogták, nem kell a magyar embernek ezt nagyon magyarázni, véres hurka, ugye, sült vér, és a többi, még minden, aki valaha mondjuk nem élt a Biblia diétája szerint, hát ő is élt ezekkel a szerekkel, ezekkel az élvezeti cikkekkel. Tehát óriási kérdés volt az, hogy akkor továbbra is egy olyan kereszténység lesz, hogy bizony egy közösség vagyunk, de van, aki mondjuk csak kóserételt fog enni, a másik meg nem kóserételt fog enni, van, aki valamit paráznaságnak tekint, a másik nem tartja paráznaságnak. Úgyhogy azt mondták a zsidókból lett keresztények, hogy azért követeljük meg, hogy metéljék magukat körül a pogányok, mert ezzel legalább biztosítjuk azt, hogy nem fogják könnyelműen venni azt, hogy ők keresztények. Ha valaki azt az árzatot vállalja, hogy ő körülmetéli magát, a testét is megzabolázza, akkor nagyobb biztosítékokat látunk, mondták a zsidókból lett keresztények, hogy a keresztény vallás, a keresztény hit tiszta marad. Szerintem ez egy csodálatos gondolat, nem? Az hajtotta őket, hogy a tisztaságot megőrizzék. Hogy nehogy felhiguljon véletlenül az, amit ők, mint zsidó nép megkaptak, amit rájuk bíztak. És mindegyik úgy gondolta, hogy lelkiismereti kötelessége, hogy a másiknak elmagyarázza, hogy miért kell azt betartani. Miért van az, hogy körül kell a fiaidat metélni. Miért van az, és a többi. Ugye? Tehát, hogy gondoljátok el, hogy itt van az antiókai gyülekezet, óriási épülés van, hatalmas misszió munkára képesek, Pál már visszatért a munkatársával az első, és beszámoltak, hogy milyen óriási eredmények voltak, és akkor egyszer csak az ellenség bedobott valamilyen témát közéjük, amin majd egymást szétszedik, és szétszakadnak. Azt írja Ellen White az Apostolok története című könyvében, Sátán egyedüli célja az volt, hogy az antiókiai misszióközpontot megszüntesse azáltal, hogy szakadásokat hoz létre fontos hitelvi kérdések mentén. Úgyhogy talán egyetértetek velem, hogy ha az antiókiai gyülekezet példáját vesszük, ez eléggé, tartalmában rokon azzal, amivel akár napjainkban is bármely keresztény gyülekezet szembenézhet. Sőt, folytatja Ellen White a könyvében, azt írja, az idők végezetéig Sátán mindig ezzel fog majd próbálkozni. Hogyan tud egy a tisztaságát megőrző, az evangéliumot hirdetni akaró közösséget tönkretenni belülről, úgy, hogy egymással fognak marakodni. Hát a bevezetés után én fel szeretném tenni a kérdést, hogyha a Biblia, ugye azt olvassuk, hogy a Biblia azért mondja, mi tanulságunkra iratott meg, a Biblia leír egy ilyen nagyon egyértelmű, szakadással fenyegető viszályhelyzetet, akkor vajon mit tanulhatunk abból, hogy ez a helyzet hogyan rendeződött? Mert ki kell mondanunk, hogy ez a helyzet csodálatosan rendeződött. Ez a helyzet úgy rendeződött, hogy utána tovább tudták folytatni a missziót. Sátán teljes kudarcot vallott. Akkor tehát olvassuk még egyszer, 15. fejezet második verse, mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lett azok ellen, azt döntötték, hogy Pál és Barnabás és némely mások, ők közülük menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyébe. De milyen érdekes, azt mondja itt ez a szakasz, hogy Pál és Barnabás és az ottani gyülekezet vezetők úgy döntöttek, hogy ezt a kérdést nem fogjuk itt Antiókiában a keresztény gyülekezet tagjaival eldönteni. Marakodás van közöttünk, viszály van közöttünk, ezt most így megállítjuk, a küldötteinket, illetve a két missziómunkás kiküldjük, elküldjük Jeruzsálembe, és Jeruzsálemben fogják meghozni a döntést. Milyen érdekes ez, nem?
Azt mondják, hogy nem, mi fog, a saját problémájukban azt mondják, nem mi fogunk dönteni. Jeruzsálemben fogják meghozni a döntést. Ők tehát kikísértetve a gyülekezetből átmentek Fenícián és Szamárián, elbeszélve a pogányok megtérését, és nagy örömet szerzettek az összes atyafinak, és megérkeztek Jeruzsálembe. Hadd lapozzak az Apostolok története című könyvben a zsidók és pogányok, zsidó és pogány című fejezethez. Így írja a szerző. A 137. oldalon. A keresztények összessége nem kapott felszólítást arra, hogy ezt a kérdést szavazással döntse el. Úgy látszik, hogy Isten számára nem elfogadható a népszámlálás, és nem elfogadható az, amikor minden egyes tagot egy viszály kérdésbe belerángatnak. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor úgy tűnik, hogy mindenkire ki fog terjedni a viszály, akkor le kell azt állítani, és egy Isten által talált rend szerint kell a kérdést megoldani. Keresem itt a könyvbe, de most nem találom hirtelen, de majd otthon nézzétek meg. Külön azt írja Ellen White, hogy az antiókiai vének úgy döntöttek, hogy amíg vissza nem térnek Jeruzsálemből a döntéssel, addig szüneteltetik a kérdésnek a megvitatását Antiókiába. Nem találom itt most hirtelen, nem írtam fel magam az oldalszámot, de nézzétek meg, ott mindenkinek ajánlom, zsidó és pogány című fejezet, szó szerint ez van benne, szüneteltették a viszályt, és amíg Jeruzsálemből vissza nem térnek, addig a kérdést nem érintették. Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, olvasom tovább, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadták őket, és ők elbeszélték, milyen nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük. Előálltak azonban némely hívők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák. Egybegyűltek azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek. És mikor nagy, és akkor, most így olvasom, és akkor nagy vetekedés támadt. Tehát azt látjuk, hogy Jeruzsálembe fölmentek az antiókiai gyülekezet küldöttei, aki majd elolvassa szintén a pogány és zsidó című fejezetet, akkor egészen pontosan látni fogja, hogy azt írja, a különböző gyülekezetből a küldöttek, a kipróbált missziómunkások és az apostolok voltak ott jelen. Tehát nem mindenki, nem mindenki. Azt is lehet mondani, az apostoli zsinat az nem volt más a mi szaknyelvünk szerint, mint az első generál konferencia. Összegyűltek ott, és azt olvassuk, akkor nagy vetekedés támadt. Tehát hiába volt generálkonferencia, hiába volt apostoli zsinat, az apostoli zsinaton ugyanaz történt az első percekben, az első fázisban, mint amit már mi is megértünk egyszer-kétszer. Hogy óriási vitatkozás volt, és nem ment sehova. De felteszem a kérdést, vajon azt kell eltanulnunk ebből az Apostolok cselekedetei című részből, hogy hogyan kell vitatkozni, vagy azt kell megnézni, hogy mi hozta a megoldást. Hát nézzük meg, hogy szerintem az utóbbi mi hozta a megoldást. És mikor nagy vetekedés támadt, felkelt Péter, és mondta nekik, mielőtt felolvasom, csak hogy mindenki ismeri a Bibliát, hogy kicsit elhelyezzem, Péter nem fog nekik mást elmondani, csak annyit, hogy emlékeztek, hogy én egyszer Jeruzsálemben fönn voltam a felház tetején, és láttam egy látomást. Ebben a látomásban az volt, hogy egy edényben mindenféle tisztátalan állat jött le hozzám, és azt a szózatot hallottam, azt az égi kiáltást, hogy öld meg és edd meg. És azt válaszoltam, hogy nem eszem meg, Uram, mert én soha tisztátalan nem ettem még életemben. És ez a látomás, mondja Péter, háromszor megismétlődött, és nem tudtam, hogy mi ez. És akkor egyszer csak zörgettek az ajtón, ugye Cornélius a századostól jött valaki, és mondta, hogy azt mondta az angyal Cornéliusnak, hogy egy Péter nevű férfinek el kell velem jönni, és prédikálni kell a pogány római századosnak, ami teljesen furcsa volt. Ugye, mert a zsidók azt gondolták, hogy ők a választott nép, csak a zsidóknak kell prédikálni. Na nézzük, Péter mit mondott ezen az apostoli zsinaton. Felállt Péter, atyám fiai, vagyis testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangéliumnak beszédét, és higgyenek. Ugye arra utalt vissza, hogy ő volt az, aki elment Cornéliushoz.
És milyen érdekes, hogy Péter óvatos volt, nem egyedül ment Kornéliuszhoz, hanem heten mentek el, hogy levédje magát, hogy bármi történik ott, akkor azért a többiek is lássák, és majd együttesen mondják el, számoljanak be a jeruzsálemi zsidók vezetőinek, hogy mi történt ott. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettünk, 8. vers, mert adta nékik is a szent lelket, amikén nekünk, ugye elmesélte azt, visszautalt arra, hogy Kornélius háza népénél, mikor ő elkezdett prédikálni nekik, akkor a szent lélek leszállt rájuk, és a pogány Kornélius és háza népe szintén elkezdett nyelveken szólni. Ahogy a nők a pünköskor. Ez egyértelmű jele volt annak, hogy a pogányokra is kiáll a szent lélek, nem csak a zsidókra. Erre utalt vissza Péter. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a szent lelket, miként nékünk is, és semmilyen különbséget sem tett mi köztünk, és azok között a hitáltal tisztítván meg azoknak szívét. Most azért miért kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába olyan igát tegyetek, amelyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk, sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk miképpen ők is. Elhallgatott azért az egész sokaság. Mi történt itt? Péter felállt és elmondott egy bizonyságtételt. Elmondta, hogy a Szentlélek egyenesen őt mire indította, visszautalt erre a Kornéliuszi történetre, vagyis mai szóval olyan, mintha valaki fölállna közülünk, és kinyitná valamelyik bizonyságtételi kötetet, és azt olvasná, megmutatta nekem az Úr, vagy így szólt hozzám az Úr. Ez egy tökéletes bizonyságtétel volt, a Szentlélek munkájáról számolt be Péter. Tehát nem azt mondta, hogy úgy gondolom, hogy ez lenne a helyes, úgy gondolom, hogy az lenne a helyes, hanem azt mondta, a Szentlélek megmutatta, hogy ők is megkapták az ajándékot, mint mi, pedig egyrészt nem voltak megkeresztelve, másrészt nem voltak kóserevők, és harmadrészt nem voltak körülmetélve, és mégis kiárat rájuk a Szentlélek. Akkor most miért akartok ti emberi rendeléseket hozni nekik? Tehát nem a saját szavaival élt, bizonyított, hanem elmondott egy bizonyságtételt. Elhallgattak azért az egész sokaság, és hallgatták ezután Barnabást és Pált, amint elbeszélték, mennyi jelet és csodát tett az Isten ő általuk a pogányok között. Kedves testvéreim, én egy ilyen küldöttgyűlésre vágyakozom. Egy olyan küldöttgyűlésre vágyakozom, amikor egy küldött csak akkor áll föl, hogyha kinyitja a kezében lévő bizonyságtételt, és azt mondja, most arról beszélgetünk, hogy egyház és állam között milyen kapcsolatnak kell lennie. Úgy olvasom a Bibliába, hogy ez meg ez meg ez. Úgy olvasom a bizonyságtételbe, hogy ez meg ez meg ez. Ez történt az első jeruzsálemi zsinaton. Tehát amikor azt mondjuk, hogy rajtunk nem tud segíteni egy küldőgyűlés, mert mi már annyiszor próbáltuk, erre azt tudom mondani, én még nem fedeztem fel a mi küldőgyűléseinken azt, hogy követtük volna az apostoli zsinatnak a mintáját. Nem fedeztem fel ezt. Bár csak követnénk, bár csak meghirdetnénk, hogy ezen a zsinaton, ezen a küldőgyűlésen ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni, választhatok ki magatok közül jól gondolkozó küldötteket, és ezek a küldöttek, akik kezdetben még vetekednek, utána majd egységre fognak jutni, hogyha bizonyságtételt fognak mondani. És mi történt ezután? Pál és Barnabás mit mondott? A sok jelet és a csodát, amit az Isten ő általuk a pogányok között tett, folytatták bizonyságtételekkel. Ez fantasztikus, azt tudom mondani. Ez az Istennek az útja. Vissza a Bibliához és a bizonyságtételekhez. Különben nincs hajnal, aki ettől eltér. És milyen érdekes, hogy amikor Péter apostol elmondta ezt a bizonyságtételt, akkor így Ellen White olyan lelki állapotban kerültek az ott lévő küldöttek, hogy most már Pál és Barnabás el tudták mondani, hogy a Szentlélek hogyan dolgozott általuk. Csak azután. Mert hogyha figyelmesen olvastok, ugye már az 5. versben is úgy kezdődik, hogy a 4. versben, mikor pedig megérkeztek Jeruzsálemben, és a végén, és ők elbeszélték, mi nagy dolgokat cselekedett az Isten ő velük. És nem volt elég, hiába meséltek. Jöttek a farizósokból, lett hívők, és mondták, hogy körül kell metélkedni. És elkezdtek vitatkozni. És akkor Péter fölállt, és elmondta az első bizonyságtételt. Ez megteremtett az alaphangot. Utána Pál és Barnabás tovább elmondták, hogy még milyen jele volt, hogy mi a pogányok között munkálkodtunk, és az Isten segített nekünk, pedig nem voltak körülmetélve.
pedig olyan állapotban voltak, amilyen állapotban voltak. Gondoljátok ezt el, testvéreim. És most folytatjuk tovább. Miután pedig ők elhallgattak, mármint Barnabás és Pál, felelt Jakab mondván, atyám fiai férfiak, hallgassatok meg engem. Simeon, mármint Péter, Simeon elbeszélte, mi módon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének. És most figyeljetek, és ezzel egyeznek a próféták mondásai, mert megvan írva, ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, ki mindezeket megcselekszi. Megkérdezem, kedves testvérek, hogyan szólt hozzá Péter, Pál és Barnabás után Jakab? Azt mondta, hallottuk a bizonyságtételeket, és most én azt mondom nektek, hallgassatok meg testvéreim, hogy amit most itt bizonyságtételt hallottunk, az alátámasztható a Szentírás igéjével is. Ugye ez történt? Jakab kinyitotta neki, nem volt még Ószövetség meg Újszövetség, fejből idézte, hogy mi van ott az Ószövetség, vagy ma úgy ismerünk, elmondta, hogy az Isten már a tekercsebe megmondta, hogy ki fogja árasztani, és népet fog magának elhívni a pogányok közül. Ez az út volt az, ami minden küldöttnek a szívét a helyes irányba állította. Nem veszekedtek, hanem a bizonyságtételeket soroltak a témában, és a Biblia ide vonatkozó szakaszait. És amikor ez megvolt, tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedetét, azért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül térnek meg az Istenhez. És itt van még egy csodálatos isteni tulajdonság, nem az én véleményem, Ellen White véleménye, Jakabról mit mond? Azt mondja Jakabról, nézzétek meg, kedves testvérem, hogy Jakab micsoda toleranciával, micsoda gyengétséggel közeledett a pogányokból lett hívőkhöz. Mert azt mondta, azt gondolta magában, ha valaki pogány létére amellett dönt, hogy Krisztus követé lesz, ez egy óriási döntés. Akkor ne terheljük most azonnal őt egy csomó elvárással, ami összeroppantja szerencsétlent. Nem kell háborgatni azokat, akik pogányból lettek hívőkké, hiszen a végén még elveszítjük őket azért, mert mi már előrébb tartunk. Micsoda tanulságok vannak ebben? Micsoda tanulságok vannak ebben? Bizonyságtétel, Biblia és gyengétség. Azt mondja Ellen White egy másik részben, külön Péternek ezt mondta az Isten, legeltesd az én juhaimat. És utána mit mondott? Legeltesd az én bárányaimat. Ez nem szükségtelen kitétel. Van, akik már juhok, már erősek, már hordozzák, már tudnak, de van, akik bárányok. Az akkor frissen pogányokból lett hívők bárányok voltak, báránykák voltak, akinek még tejre van szüksége, úgy etesség, és majd lassan fognak majd erősödni. Hát én azt gondolom, hogy ezeket mindenféleképpen érdemes a módszertan szemszögéből kiemelni. A módszertan szemszögéből kiemelni. Hogy hogyan lehet vitás kérdéseket rendezni, amikor már a gyülekezet egymás haját tépi, vagy leginkább jobb lenne, hogy már előtte, akkor leállítják a véleményt. Ezt most fejezzük be, mert nem visz előre. És rendeljük ahhoz a legnagyobb hatalommal rendelkező testülethez a döntést, amelyiket Isten kijelölte. Itt egy picit bizonytalan vagyok, megmondom nektek őszintén, testvérek, mert nyilván a világszéles advent műben egyértelmű, hogy az Isten azt mondta, hogy a Földön a legnagyobb autoritással, a legnagyobb hatalommal az a testület rendelkezik, amit úgy hívnak, hogy generál konferencia, mindenki ismeri szinte fejből, amikor a világ minden tájáról kipróbált, józan gondolkodású családjaikat normálisan vezető keresztény küldöttek gyűlnek össze, azt a testületet hatalmazta föl Isten a legnagyobb autoritással. Nem az őket képviselő bizottságot, mert sokszor van ilyen keveredés, akik az angolt nem olvassák, hogy a generálkonferencia, a GC, az gyakran úgy használják, mint az a bizottság, az a 12 vagy nem tudom 20 vagy akárhány főből álló, akik vezették a küldőgyűlések között, azok tévedő emberek. Azt mondta Ellen White, hogy nem tudom már a generálkonferencia bizottságát képviselő emberek, férfiak hangját úgy tekinteni, mint Isten hangja lenne,
vesző, de ez nem jelenti azt, hogy amikor a világ minden tájáról összegyűlnek a hívő képviselői, és ott döntenek valamiben, annak nem kéne engedelmeskedni. Nagyon tiszta. Nagyon-nagyon tiszta ez a. És ezt tették már az első őskeresztények is. Nem mi döntjük el. Majd a küldöttek összejönnek Jeruzsálembe, az összes keresztény gyülekezetből feljönnek az ünnepre, és ott el fogják dönteni, hogy mit kell ebben követni. És menjünk tovább. Milyen döntés született, és csak ez zárulja, mindenki tudja, csak hát, hogyha valaki esetleg nem figyelt volna föl rá, Jakab fogalmazta meg az első zsinati döntést, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, az első bullát, vagy bocsánat, hogy így fogalmaz, hogy szándékosan áthallásra menni, ugye pápai bulla, vagy ilyesmi. De milyen furcsa, hogy nem Péter fogalmazza meg, hanem Jakab. Tehát, hogyha valaki mondjuk hallott olyat, hogy vissza lehet vezetni Péterig, az első pápáig a pápák sorát, akkor itt apostolok cselekedetei 15. fejezeténél mindjárt egy nagy kérdés ütközik, hogy lehet az, hogy Jakab elnököl ezen az ülésen? Hogy lehet az, hogy Jakab mondja meg, hogy mit kell leírni és mit kell kiküldeni? Mert valóban ő volt ott az elnök. Különben nem volt közöttük pápa. Mindjárt egyenlőek voltak. Azt mondja Péter maga is az egyik levelében, írom nektek én a presbiter társ, a többi presbiternek. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy nem volt közöttük ilyen hierarchia. És a keresztény világszéles egyházban ma sem lehet egyszemélyi hierarchia. Az nem Istentől van. Amikor egy személy vezet, az az ókorban volt, amikor Isten volt a vezető. Ott volt a tűz és a feloszlopban, az egy személy vezetés, az a teokrácia. De amikor nincs ilyen, akkor soha nem bízta Isten egyetlen emberre, vagy kettő-három emberre a vezetést. Soha. Mindig azt mondta, a tanácsosok sokasága. Illetve azt mondja, ilyen kérdésekben mindig a legnagyobb isteni hatalommal felruházott testületnek kell döntenie, vagyis a világ küldött egyházának. Nálunk ez valószínűleg a küldőgyűlés lehet, de ezt azért mondom, hogy valószínűleg, mert nyilván nézzetek, hogy a kettőt nem lehet azért valószínűleg ugyanarra mércére tenni. De nálunk ez a legfőbb szerv, a küldőgyűlés. Nézzük, hogy Jakabék mit írtak. Hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fulvaholt állattól és a vértől. Itt megállnék egy pillanatra, mert ami nem a témánkhoz tartozik, de gondoljatok bele, ki jön Jeruzsálemből, a kereszténység központjából az első generál konferenciától egy határozat, ami már azoknak a keresztényeknek szól, akik Jézus halála után lettek keresztények. Akár a mai korra ugye pünkösdisták, vagy evangélisták, vagy nem tudom, katolikusok, bárki, aki ma kereszténynek hívja magát. Tehát aki ma kereszténynek hívja magát, az nem mondhatja, hogy ami levelet most itt olvasok, az az ószövetségi népre vonatkozik, vagy amit most itt olvasok, az a Jézus korában élő népre vonatkozik. Ők kiadtak egy rendeletet, ami minden keresztényre vonatkozott, méghozzá Krisztus halála és feltámadása után vagyunk már. Amikor már a ceremoniális törvény nem érvényes. És mit ír? Azt írja nekem, pogányból lett kereszténynek, hogy tartózkodjak a bálványoktól, rendben van, a paráznaságtól, rendben van, ezzel még nem lepődök meg, de hogy tartózkodjak a fulvaholt állattól és a vértől. Tehát aki azt mondja, hogy a kereszténységnek nincs olyan tanítása, amelyik a diétára, amelyik a táplálkozásukra vonatkozik, az mindjárt téved, mert az első rendelet, amit hoztam, mindjárt arról szólt, hogy nem szabad megenni a vért. Tehát aki ma keresztény 2013-ban, az nem ehet véres hurkát. Ez ilyen egyszerű. Az nem ehet sült vért. Az nem eheti meg olyan állatnak a húsát, amelyiket úgy öltek meg, hogy megfojtották, most példaképpen mondom. Nem lehet. Aztán, hogyha majd tovább olvassa a Bibliát, akkor még több ilyen érdekes összefüggés van, ami teljesen egyértelmű, hogy nem lehet lesöpörni az asztal arról, hogy ez a zsidóknak szól, vagy a zsidóknak szólt. Hiszen ezt a pogányokból lett keresztényeknek írták. Milyen érdekes, nem? És folytatja, mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivel hogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Miért tette hozzá még ezt a részt ez a körlevél? Azért tette hozzá, azt mondta, mert majd a pogányokból lett keresztények szombatról szombatra össze fognak jönni, és ugyanúgy fogják olvasni majd a Mózes könyveit, és szépen felépíti az Isten bennük azt, hogy hogyan kell hithű keresztény életet élni. Most csak a legfontosabbat írtuk meg nektek, hogy erre vigyázzatok. Ne paráználkodjatok bálványimádástól és a fulvaholt által meg a vértől. Ezek a legfontosabbak.
nem terhelünk benneteket, de szombatról szombatra úgyis össze fogtok jönni. Milyen érdekes, hogy ebben a levélben az is benne van, hogy szombatról szombatra. És ez megint csak azoknak szól, akik már pogányokból lett keresztények. Az első apostoli zsinat által kiadott rendelkezés ilyen csodálatos tanításokkal bír. De folytassuk tovább, 22-es vers. Akkor tetszett az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék Antiókiába Pállal és Barnabással, Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Silást, ki az atyafia között főemberek voltak. Megírván azok keze által ezeket, az apostolok és a vének és az atyafiak az Antiókiában, Szíriában, Cilíciában lévő pogányok közül lett testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel, hogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén megháborítottak titeket beszédeitekkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körül kell metélkednetek, és a törvényt meg kell tartanotok, kiknek mi ilyen parancsot nem adtunk. Tetszett nekünk, miután egy értelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki, és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal, oly emberekkel, akik életüket tették kockára, ami Urunk Jézus Krisztus nevéért. Küldöttük azért Júdást és Silást, akik élő szóval is tudtotokra adják ugyanezeket, mert tetszett a Szentléleknek és nekünk, hogy semmi több teher ne vetessék tireátok ezeken a szükséges dolgokon kívül. Tehát nem elég, hogy közösen eljutottak arra, hogy mik azok a legfontosabb dolgok, amit egységesen mindenkinek el kell, hogy magyarázzák, hanem választottak maguk közül kipróbált testvéreket, akiket azzal bíztak meg, hogy a jeruzsálemi zsinatról elmenve magyarázzák el, hogy miért ezt a döntést hozta a zsinat. Nem csak kiküldtek egy körlevelet, hanem elküldtek kipróbált hithű tanítványokat, hogy magyarázzák el élő szóval is, miért erre a döntésre jutottak a zsinaton. Nem tudom, kedves testvéreim, hogy jól értjük-e, hogy milyen törvényszerűségek vannak, amit be kell tartania minden keresztény közösségnek, akikhez eljön Sátán, hogy szétrombolja őket. Az első az, hogy függesszék fel a minden testvér felemésztő vitát, ha nem tudtak egységre jutni. Ezek után válasszanak maguk közül olyanokat, akiknek az életében, a hitükben, kereszténységükben, józanságukban bíznak. Ezek gyűjjenek össze, és döntsék el a kérdést, szintén szabályokat követve. Ne össze-vissza beszéljenek, hanem a Bibliára és a bizonságtételekre azt fordassák. És amikor ez megvan, amikor kikisásoljuk, hogy mi lenne a döntés, akkor ne csak, hogy ezt tudassák, írják meg, hanem vegyék a fáradtságot és magyarázzák el. Legyen rájuk jellemző az is, hogy vegyék tudomásul, hogy minden tag, vannak akik bárányok, vannak akik juhok, mindenki másul tart, legyen benni a jézusi türelem, a jézusi szelítség, az, hogy nem akarom elveszteni az én atyám fiát azért, mert valamilyen ponton összeütközésbe kerülünk egymással. Ezek után elmentek, és nyilván megtették. De tegyük fel a kérdést, mert ez a kérdés bárkinek a fejében lehet. Mi van akkor, vagy mi lett volna akkor, hogyha a jeruzsálemi zsinat, a jeruzsálemi gyülekezet nem lett volna egyértelműen? Nem jutnak, ott eltöltenek néhány napot, és hiába körömszakadték a végén, mégiscsak két különböző vélemény van. De tegyük fel a kérdést, valóban mindnyájan egy akaratra jutottak? Hogyha tovább lapozunk, ugyanisztem a 21. fejezethez, néhány évvel később Pál apostol megint visszaérkezik, ugye Jeruzsálembe, és ott most már nem a küldött gyűléssel találkozik, nagyon fontos, hanem a jeruzsálemi gyülekezet vezetőségével. Ugye Jeruzsálemben különösen éles volt a helyzet, hiszen a Sanhedrin figyelte azt, hogy ezek az új keresztények mit csinálnak. Nem metélkednek vajon körül? Tehát ők is keresték azt a lehetőséget, hogy a Sanhedrintel, a vallási vezetőséget a lehető legkevésbé ingereljék. Milyen érdekes, és nem azt mondták, hogy az igazság nálunk van, és nem érdekel, hogy a Sanhedrin mit gondol, hanem próbáltak úgy lavírozni, a szabad ilyet mondanom, próbáltak úgy élni a hitéleteket, hogy a lehető legkevésbé kerüljenek összetűzésbe a Sanhedrinnel.
Például ott részletedek-e, ebben az első Jeruzsálemi zsinati levélben nincs egy olyan levél a zsidóknak, hogy a pogányoknak ezt rendeljük, a zsidóknak meg azt, hogy többé nem etéljék körül a fiaikat. Nem írtak ilyet. Nem írtak ilyet, hogy többé nem kell körülmetélkedni senkinek. Milyen furcsa ez. Megírták, hogy mit kell csinálni, fulva oltálat, paráznaság, vér, bálványok, ezt a négyet megírták, de nem olvasunk róla, hogy azt mondták volna, hogy ne metélkedjél körül. Meglepő, nem? Meglepő. Pedig, hogyha most ők nagyon-nagyon hit mellett tennek, azt mondják, kedves testvéreim, összegyűltünk mi valamennyien, és csak egyedül a Szentírás szól, a Szkriptúra. Jézus Krisztus halála után a körülmetélkedésnek nincsen többé jelentősége. Ezzel kihirdetjük az összes Krisztusinak, az összes kereszténynek, legyen bár pogányból vagy zsidóból megtért, nem kell körülmetélkedni. Felesleges. Ne tartsák be a ceremoniális törvényt. Felesleges. Milyen érdekes, nem keresték feleslegesen az összeütközést. Azért ez elgondolkodtató. Hát miért nem keresték? Miért nem mondták azt, hogy hát megvan, így van, megértettük. Pál is tudja, pedig ez benne volt a levegőben, hiszen amikor a 24. fejezetet olvasol, akkor így olvassuk a jeruzsálemi vinneknek a köszöntését szinte, és köszöntvén, bocsánat, 24. fejezet 19. vers, és köszöntvén őket elbeszélték egyenként, amikor az Isten a pogányok között az ő szolgálat által cselekedett, azok pedig ezt halván dicsőítették az Urat, és mondták neki, látod, atyám fia, mely sok ezren vannak zsidók, most nem a pogányokról beszél, zsidók, akik hívőké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Milyen érdekes a kijelentés. Amikor elmondta Pál apostol, hogy milyen hatalmas munkát végzett a pogányok között az Isten, ők meg elmondták, hogy meg volt a beosztás, hogy Péter, Jakab és János lesz a zsidók apostola, ugye ezt olvasod egy korábbi versben, és Pál lesz a pogányok apostola. Pál elmondta, hogy milyen hatalmas munkát végzett az Isten a pogányok között. Meg elmondták, hogy látod, sok ezen vannak a zsidók közül is. És mindegyik a törvény körül buzgókodik. És nem akarjuk őket megbotránkoztatni. És akkor ezek a vének azt mondták neki, felület pedig azt hallottuk, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok közül vannak, Mózestől való elszabadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, és a zsidó szokások szerint ne járjanak. Milyen érdekes, hogy ez annyira nem volt igaz, hogy úgy emlékszem, hogy Timóteus körülmetélte Pál, pedig Timóteus félig görög volt, félig zsidó volt. És körülmetélte Pál Timóteus csak azért, hogy nehogy ez akadálya legyen a munkának. És ezt, hogy körülmetélte Timóteus, nem olvasunk szem a Szentírásban, sem Ellen White-tól, hogy elítélte volna. Akár az Isten, akár a proféta. Nem ítélte el. De azt már elítélte, hogy itt, amikor az apostolság 21-ben mondták, hogy na most pedig akkor csatlakozzál a négy másik zsidó férfihez, nyilasd le agyat, stb. Ennek már nem lett volna szabad beholdani. Ez egy ugyanolyan emberi tanács volt, mint amikor egy fejezettel korábban azt olvassuk Péterről, hogy Péter is elment Antiókiába. Emlékeztek? Péter is elment Antiókiába, és mit olvasunk? Azt mondja Pál apostol, akkor én egyenesen Péterrel szemben álltam, és azt mondtam neki, nem képmutatóskodhatsz, hogy te külön leszel a zsidó testvéreiddel, a zsidóból lett keresztényekkel, és akik meg a pogányokból lett, azokkal nem eszel együtt. És még annyira nagy hatással vagy, mint vezető, hogy még Barnabást is elhitetted. Ilyen nagy kérdés volt. És végig ott volt bennünk, pedig már hol vagyunk az apostoli zsinat után. Tehát távolról sem lehet azt mondani, hogy az apostoli zsinaton történt döntést mindenki elfogadta. Ez nem igaz. Nem fogadta el mindenki. Azt olvasom, hogy olvassátok el, mindjárt a következő fejezetben azt olvassuk, hogy pártokat alakítottak, elkezdtek pártoskodni, aminek a végső kifutásásán is itt olvassuk a 21. fejezetben, hogy Pál apostolt is végül belehúzták a rosszba. De az, hogy a jeruzsálemi vezetőség mit csinál, ezt nem lehet egy lapra helyezni azzal, hogy a jeruzsálemi zsinat, a küldőgyűlést milyen döntést hoz. Egy gyülekezet vezetőségét Isten nem hatalmazta föl arra, nem kente föl olyan autoritással, olyan hatalommal, mint a küldőgyűlés. Óriási különbség. És nyilván, azt írja már, aki tud angolul még szebb elolvasni, amikor kiküldi a küldötteket, ezt az angol szót használja, hogy ezentúl minden gyülekezetnek
are to obey. Az azt jelenti, hogy kellett engedelmeskednie. Amikor kiküldték ugye Júdás, meg a társak, meg Pál, meg Barnabás, hogy elmagyarázzák, akkor az van benne a Pálti szövegben, azért küldték őket el, hogy a keresztény gyülekezetek kövessék a jeruzsálemi zsinat utasítását. Kövessék a jeruzsálemi zsinat rendelkezését. Ezzel nem sértették meg az egyéni szabadságot. Minden egyes, akár zsidóból lett keresztény, akár pogányból lett keresztény, magában, ha akart, egyetértett az apostolokkal, vagy a zsinattal, ha akart, nem. És magában kellett eldönteni, hogy hogyan követi a lelkiismeretét. Hogyan követi a lelkiismeretét. Van még egy érdekesség, különben az Apostolok története című könyvben, ami pontosan erről szól, hogy ugye emlékeztek, már olvastam, hogy nem lehetett szavazással eldönteni a kérdést. Olvasom a 137. oldaltól. Az ügyet intéző tanástestület apostolokból és tanítókból állott. Részt vettek azon továbbá a zsidó és pogány gyülekezetek alapításában kitűnt hívők, továbbá a különböző területek képviselői is. Így jelen voltak a jeruzsálemi vének és az antiókiai kiküldöttek, végül a legbefolyásosabb gyülekezetek képviselői. Ugye megértem? Tehát nem azt mondja, hogy azon mindenki részt vehetett. Ezen az apostoli zsinaton sem vehetett mindenki részt. Jó, nyilván én gondolom nem volt egy vasajtó bezárat, tehát hogy valaki oda akart menni, akkor hallgatott, hogy miről van szó, de a zsinaton döntést hozóknak a szerepköre pontosan meg volt határozva. Kik azok, akiket felruházott Isten ezzel a lehetőséggel. A gyűlés az Istentől megvilágosított határozat alapján és az Isten akarata szerint alapított gyülekezethez méltóan járt el. Tanáskozásuk eredményeként mindnyájan belátták, hogy Isten maga döntött el ezt a kérdést, amikor a Szentléleket a pogányokra is kijelentette, így világossá vált előttük, hogy nekik is kötelessük a Szentlélek vezetését követni. A keresztények összessége nem kapott felszólítást arra, hogy ezt a kérdést szavazással döntse el. Az apostolok és vének befolyásos és jó ítélőképességű férfiak fogalmazták meg és bocsátották ki a határozatot, amelyet azután valamennyi gyülekezet elfogadott, mondja a magyar fordítás, az igazi angol azt mondja, amelyet aztán valamennyi keresztény gyülekezetnek el kellett fogadni. Következő mondat, a határozat nem mindenkinek tetszett. Elég jól leírja azt, hogy egy bármely korban egy keresztény gyülekezet milyen belső problémákkal küzdhet, akár az őskeresztények. Itt az őskeresztények között vagyunk, ami azt mondja, ki jött győzve, hogy győzzön, és már mindjárt ott sátán, ott, ahol a hit munkája, ahol Jézus a legnagyobb eredményt éri el, a sátán azonnal oda ment, hogy a szétrombolja. Azonnal. Mindjárt az első pillanatban. És azonnal megmutatta azt, hogy mi az az út, ahogyan ezt rendelkezik. Nincs már időm, de olvassátok el otthon majd azt az érdekes igét, amit szintén az Új Szövetségben olvasunk, egymásnak engedelmeskedni kell. És érdekes módon, ugye legtöbbször ezt úgy idézzük, hogy a feleségnek engedelmeskedni kell a férjnek a feleségnek. De Ellen White pontosan ennél a kérdésnél azt mondja, és az megdöbbentő, bár Pál apostol közvetlen Jézustól tanítatott, közvetlenül a Szentlélektől tanítatott, mégis a lényeges kérdésekben mindig a gyülekezethez fordult. Pál apostol nem tudta Antiókiában, hogy mi a helyes ebben a döntésben, azt gondoljuk, nem gondolja senki. Pál apostolnak maga Krisztus, maga a Szentlélek jelentette ki, hogy mi a helyes, és mégis azt mondta, hogy ő minden fontos kérdésben, minden hitelvi kérdésben a gyülekezethez fordult, mert szüksége volt arra, hogy tanácsosok döntsék el. Mert a próféta lelkek engednek a léleknek, és itt idézed Ellen White a következőt, hogy teljesen megdöbbentő, mert egymásnak engedelmeskedjetek. Ez egy teljesen megvilágosító ige. Azt mondja, van egy keresztény közösség. Egy keresztény közösségben nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféleképpen gondolkodunk. A keresztény közösségre egyrészt jellemző az, hogy inkább az Istennek kell engedni, mint sem az emberek szavának. De ne felejtsük el, ez az egyéni szint.
egyes egyenként nekem és neked Istennek kell engedni. Hogyha neked Isten azt mondja, hogy A, és a gyülekezet azt mondja, hogy B, akkor neked nem szabad a B-t követni. Mert te meg vagy lelkiismeretileg győződve, hogy A-t fogod követni. Itt persze belejátszik az is, hogy például azt mondta Mózes, hogy inkább választom az Isten népével való együttnyomulást. Ugye? Vagy azt mondta, hogy ne őket töröld ki a könyvből, ne értsd őt, inkább engem nyítsál ki. Őket pedig hagyd meg. Tehát az, hogy mi az A, hogy mit kövessük, az egy más, most nincsen idő, azt meg máskor még beszélhetünk erről. De egyéni szinten, ahol az Isten lelke, ott a szabadság, és senkire nem lehet rákényszeríteni egy közösségnek a véleményét. De közösségi szinten, amikor több ezeren csapatoztak a zsidók közül, több ezeren a pogányok közül, mi vagyunk ezer valahányan, több tízezren voltak, ott azt mondja, hogy rendnek kell lenni. És a rendre azt hozta, hogy egy küldőgyűlés az, ami a vitás kérdésekben eldöntjük, hogy mi a közösség véleménye. Hogy mi a közösség véleménye. A közösség véleményét mindenki szabadon döntheti el, hogy követi vagy nem követi. És én azt gondolom, a Bibliában nincsenek egymással ellentétes igék. Minden ige egyszerre igaz. Az az ige, hogy egymásnak engedelmeskedjetek, ugyanúgy igaz, ugyanakkor, mint amit az az ige, hogy a Isten eljött a szabadság. A kettő egyszerre igaz. De nem szabad összekevernünk a zsidókból lett keresztények, vagy egyes pártok tagjainak az egyéni véleményét, és az egyéni lelkiismereti szabadság, hogy mit csinálnak, azzal, hogy a keresztény gyülekezetnek mi volt a véleménye. Ma is az adventista egyházban az adventista egyház lefektet bizonyos alapelveket, pilléreket. Az egyik pillér, hogy mi tudjuk, hogy a profétaság lelke a mi népünk, a mi sorai között megjelent és működött. Lehet, hogy valamelyik adventista titokban azt gondolja néhány évtized után, hogy ő már nem hisz ebben. Szíve joga. Egyéni szabadság, hogy ő mit hisz, vagy mit nem. A közösségnek viszont ez a döntése van. Másik oldalon történtek nyilván, hogy ez nem csak korlát, az, hogy zsinati rendszer van, ez egy nem közösségi szabadság is. Mindenkinek joga van felemelni a szavát. Azt mondani, testvéreim, én ezt nem így gondolom. Én azt úgy olvasom a Szentírásból, hogy így vagy úgy. És meg tudják egymással beszélni, ha kell, egészen zsinati szintig juthat. De ott, hogyha valamit eldöntöttek, addig akkor az érvényes a keresztény közösségre. Isten a rendnek az Istenek. Nem lehet neki rendetlenség. Ha egy közösség szanaszét szakad, az nem biztos, hogy az Istennek az akarata. Az lehet, hogy a sátánnak a győzelme. Ha Antiókiában sikerült volna a körülmetélkedés mellett, a lelkiismereti kérdések mellett szétzilálni az antiókiai gyülekezetet, akkor lehet, hogy azt mondták volna egyesek, hogy hát ennek így kell tenni, és legalább maradt egy kicsi, tovább ment. De Istennek más volt a véleménye. Ő azt mondta, nem, itt az ellenség csalásáról van szó. És melyikünk az, mert én nem, meg gondolom egyedülösen az, aki egyedül meg tudja mondani, hogy mikor mi az igazság. Ezért rendelte Isten a közösséget. Ezért rendelte Isten a közösséget. Egyedül megmondani, mit kell tenni, és vállalni ennek a felelősséget, ez egy óriási felelősség, és Isten nem is bízta egyetlen emberre sem. Ezért adta a közösséget, hogy a közösség bizonyos szabályok szerint döntse el, hogy merre kell haladni. Én azt gondolom, hogyha egy közösség, az én közösségem valamilyen kérdésben másképpen dönt, mint ahogy én azt én igaznak tartom, akkor mindig van egy választásom. Mit gondolok magam a közösségről? Mit gondolok Izraelről? Most csak egy könnyű példát mondjak, hogyha én egy izraelita vagyok, aki körül vagyok metélve, és a többiek is izraeliták, és az izraeliti közösség valamit másképpen dönt, akkor milyen érdekes, hogy azt mondta Jézus, ne kövessétek a vezetőiteket, a farizeusokat, de ők a Mózes székében ülnek, és amit mondanak, amire tanítanak nekiket, azt kövessétek. Ez is egy érdekes dolog, nem? De azt mondják, hogy ezektől elválunk. Ezek a farizeusok képmutatók, fehérre meszelt sírok, kívülről díszesek, belülről pedig tele vannak romlottsággal. Ilyen vezetőik vannak. És azt mondta Jézus, hogy különöltek el tőlük, szakadjatok szét. Azt mondta, amit tanítanak, amit mondanak a Mózestől, annak engedelmeskedjetek, de ne utánozzátok őket, ne cselekedjetek azt, amit ők cselekednek. Én bízom abban, azért mondtam ezt, és köszönöm, hogy meghívtatok, hogy
És szeretném, hogy ne csak ez az antiochiai példa legyen. Magát azt a kérdést is tegyük fel a Biblia alapján, hogy hogyan kell biblikus konfliktusokat rendezni. Valószínű, hogy amit találtam a Bibliában, meg az apostol történetet című könyvben, az csak részlege a megoldás. Biztos vagyok benne. És én nagyon örülnék, hogyha még 2-3-10 testvér összejönne, és először azt a kérdést tanulmányoznánk közösen, hogy Józsi, de hát itt van egy másik konfliktus a Bibliában, itt is hívő emberekről volt szó, Isten választott népéről, összecsaptak, és itt egy másfajta megoldási módszer van. Itt meg van egy harmadik hely a Bibliában, ezt is még vegyük ide hozzá, mert szerintem ez a Biblia útja, ez Isten útja. Van egy kérdés, tegyük föl őszintén, ez a kérdésünk, hogyan kell viszályt rendezni, hogyan kell egységre jutni, mi az egység, stb. És nézzük meg a Bibliában az összes idevágó részt, és egymással testvéri lelkörben beszéljük meg. És óvakodjuk attól, mint Jakab is, hogy nehogy egy címkézzük egymást, mindjárt az első, ő más gondol, ő is más gondol, és akkor mindjárt még ők a sárgákhoz tartanak, ők a pirosakhoz, és akkor lehet egymást nem szeretni. Hanem üljünk le, és mondjuk azt, hogy jó, akkor vizsgáljuk meg, hogy ilyen viszály esetén mi a Biblia útja, mi az Isten útja. Én ehhez szerettem volna ezzel az adalékkal hozzájárulni. De biztos vagy benne, hogy van még több is. És kívánom, hogy a Jóisten mindannyiunkat elvezessen arra, hogy megtaláljunk közösség, hogy hogyan kell a közöttünk lévő problémás helyzeteket rendezni, és a végén győztesen jövünk ki ebből. Amen.